Sokan örök ifjú művésznek hívják, és valószínű, hogy nem udvariasságból teszik. Bengő Péter kétszeres Jászai Mari díjas színművész, ugyanis 75 évesen rendszeresen lovagol, fát vág, több színpadi szerepben tündököl, és új könyvén dolgozik. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát nem unatkozol, Péter! Ezeket csókolom! Köszönjük, hogy felajánlottad a tegeződést. Hát nagyon fontos ez, mert az olyan hivatalos, hogyha itt elkezdünk magázódni. Amiket itt az előbb felsoroltam, ez a hosszú élet titka? Többek között, igen. De én azt hiszem, tudjátok, hogy nagyon sok minden fejben dől el. Tehát az ember bizonyos módon akar élni, szeretne dolgozni és aktív, akkor az nagyon sok mindenben átsegíti az embert. Sok nehézségen is. Mert egy dolog a hosszú élet, de az örökifjúság, ugye téged mindig örökifjúnak apostrofálnak. Na ennek mi a titka? Mert sokáig élni aggastyánként egy dolog, de örökifjúként. De fogalmam nincs, hogy én örökifjú vagyok-e, vagy sem. Már megtisztel, hogyha így lát valaki. Nincsenek titka. Az az igazság, hogy nagyon fontos az ember, hogy fizikailag rendben legyen, és mozogjon, és tartson. Sokat sportol? Nem. Ugye van még egy lovacskám, aki hát nálam született 1988-ban, 34 éves. És most már úgy van, hogy én támogatom őt, és nem ő gondoz engem, vagy okoz, így is nagyon sok örömet okoz, de már a feleségemmel mi pátyolgatjuk őt. Fantasztikus, igen. Én azt gondolom, hogy ha az ember 75 éves lesz, akkor egy picit azért visszatekint az életére. Nem tudom, hogy ez nálad hogyan volt, de hogy például ugye te a Kopányi Aga testamentumában, nem azt mondom, hogy ott tűntél fel először, mert ugye 6 évesen tűntél fel először, mondhatjuk, de hogy ezzel lettél híres. Hogy ezeket így átgondoltad esetleg? Most, azt gondoltam át, hogy végtelen hálás vagyok egy embernek, illetve soknak, engem nagyon sokan. Én óriási mázlista vagyok, ezt higgyétek el, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik mindig tovább vittek, mindig segítettek, és itt volt a Zsurzs Éva, aki ennek az egész magyar televízió, az most itt ülünk, ennek az édesanyja volt. Nem volt ő idős, nem azért, de úgy is hívtuk őt, hogy a Zsurzs mami. És akkor ő úgy lőtt ki a pályára színészeket, nem csak engem, akivel dolgozott, hogy azok mind sikeresek. Siker volt, amiket csináltunk. A Különös Házasság, Fekete Város, Kopányi Aga testamentuma, mi volt még hirtelen, ami eszembe jut. Csinompalkot, azt nem ő rendezte, azt a Keleti Marci bácsi. Na mindegy, ő volt a Zsurzs mami, aki olyanokat csinált, és tulajdonképpen a magyar televíziózásban megalapította azt, hogy rengeteg tévéjátékot forgattunk akkoriban, ami minket is tovább vitt, minket is sikerekkel halmozott el, és az emberek pedig nézték a magyar televíziót, program volt, hogy nézik. Ezt sokan említik a mostani nagyok közül, hogy a pályakezdést mennyire elősegítette ez a korszak, amikor még tényleg a tévéjátékokból meg lehetett ismerni a magyar színészeket. Viszont Zsúrs Kati mellett ugye édesapád, Benkő Gyula a színész óriás mellette felnőni, meg egy csomó más magyar színész legenda mellett felnőni is hatalmas élmény lehetett. Ki volt az, aki különösen inspiráló volt a számodra? Aranyos volt, te Zsúrs Katit mondtál. Ugye az Éva, bocsánat. De mindegy, a Katival volt egy nagyon sikeres tévéjátékom, a Valsói Melódia, amit az édesanyja rendezett szintén, és a Katival játszottam egyébként, tehát így is összefűz ez a dolog engem. Hogy várjál, most megyünk, mi volt a kérdés? Az Eszter Káros Círi szokta visszakérdezni. Hát, hogy az édesapád mellett azok a színész legendák, akik körbevettek téged már a pályakezdésed idején, hogy ki volt az, aki leginkább inspirált téged? Ki volt, aki különösen nagy hatással volt rád? Nagyon nehéz. Ez olyan dolog, hogy mint a Puskáséknál ugye volt az aranycsapat, hogy na most melyik volt az a legjobb, aki nem tudod. De azért édesapám nagyon nagy hatással volt rám. Hát átdifundált a lelkünk, mert egész életünkben együtt laktunk. Hát nem úgy, hogy ilyen egy fürdőszobával, meg tudom én, de egy házban, és az volt a lényege, hogy ha mi nem is beszéltünk a művészetről, de minden rezdülésünk együtt zajlott. És tényleg ugye olyan és érdekes módon a pályán pedig örökké a Besó játszotta, Besenyei az én apámat, vagy gyámapámat, vagy mit tudom én, rengeteg filmben, tévéjátékban, és ő nagyon megmaradt bennem az egész lelke, az egész habitusa, az örök nyugtalansága, az felélesztett teljesen. Igen, őt. Villanat, bejön az embernek, tudod, ült a üzébe, és... Na, még egyébként édesapáthoz kapcsolódva nekem megütötte a szememet, amikor azt olvastam, hogy ő sokáig nem nézett meg téged színpadon. Mm. Ennek mi volt az oka? Mert mondod, hogy annyira együtt éltetek, meg összefort az életetek. Végeztük a dolgunkat. Ő a Vígszínházba játszott nagyon sokat, én meg a Kazimírnál, a Táliába 30, minden este játszottam, 20 évig. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nem volt idő megnézni a másikat, mert hol ha ő játszott, akkor nem tudom, akkor persze természetesen nem tudott eljönni, és így aztán valahogy kimaradt az az életünkből, hogy mi egymást nézegettük volna előadásban. Egyszer eljött, mert volt egy nagyon érdekes szerepem a Bánkbánban, az Otto. Addig mindig, tudjátok, ilyen nagyon pozitív fiúkat játszottam, és ott az Otto az egy rohadék, szóval az egy igazi rohadék. És életemben először játszottam akkor rohadékot, és kigyűjt belőlem minden a lelkem mélyéből, abból a szemetes ládából mindaz a rossz, ami bennem volt. És akkor mondta neki a Kazimír, hogy Gyula, gyere, nézd meg, mert ebbe egész jó a gyerek, és akkor eljött egyszer megnézni. És ő is azt mondta, hogy tényleg jó vagy? Nem sokat beszéltünk róla, de akkor megdicsért. Ez fontos. És lassan ugye 10 éve már a Turaida Színházban játszol, igen, egy csomó előadásban. Na, ez egy nagyon fontos állomás az én életemben. Tudjátok miért? Mert életemben először érzem és éreztem annak a színház csinálásnak a nagy rizikóját. Mert ugye anélkül, hogy szándék lenne bennem bántani, vagy rossz meg, az állami színházak azért mégiscsak megkapják a dotációt, gazdálkodnak belőle, igyekeznek. Az biztos, hogy minden színház jó előadásokat akar csinálni ezért. De egy magánszínház az egyszerűen rá van, rosszul mondom, rákényszerül arra, hogy megtalálja azt a igazi penge élet, hogy ne színvonaltalan dolgokkal szórakoztassa a közönséget, de be is jöjjenek nézni. És te is máshogy állsz ki most már a színpadra ennek fényében? Igen, mert ugye annak idején a Darvas Ilona alapította ezt a színházat, és a Mikó Pisti kollégámmal együtt ez úgy kezdődött, hogy vittük a ruhánkat minden este. Ugye akkor még nem volt épület, vidékre jártunk, busszal vittük a ruhánkat, a cipőnket, az Ilona odaadta azokat a bútorokat, amiket nem használt, vagy nem tudom én. Tehát így alakult ki egy színház, teljesen, hogy így mondjam, saját erőből. Nincs súgó, mert arra már nincs pénz, nincs, ugye időnként van rendezőasszisztens, aki egyben az ügyelő is, szóval egy egész másféle konstrukció, mint egy állami színház. Hogyha van bennük fogékonyság, akkor mi az, amit át tudsz, vagy át szeretnél adni a fiatalabb színész generációnak ebből a mesterségből? Hát aranyos, jó kérdés ez, mert ezen még soha nem gondolkoztam így, de biztos, hogy van bennem egy nagyon nagy vágy, hogy mindezt, amit átéltem, tapasztaltam, azt tudnám átadni nekik legjobban, ami érdekli őket. De mostanában nagyon kevés alkalom van olyan fórumokon, hogy találkozzunk, és nagyon büszke vagyok, hogy érdemes művész lettem az idén, de ugyanakkor nem tudtam részt venni a színi oktatásban, meg ilyesmiben, az nagyon egykézbe volt, míg most fő nem robbant. Úgyhogy, és most már nem tudnék itt tanítani, vagy ilyesmi. Ez egy olyan rossz szó. De ha érdekel valamelyik srácot, vagy lányt egy dolog, hát akkor nagyon szívesen beszélgetek velük. Biztos mindenki örülne neki, de Péter, még a könyvről mindenképpen ejtsünk szót. Ugye az előző könyvet, Színházlovak szerelmek, ez volt a címe. Most ez a könyv miben lesz más? Például édesapádról lesz benne szó? Igen, ez is egy 3-as egység lesz, amiben az első rész azzal foglalkozik, hogy Isten a nagy pszichiáter. Ahogy idősödik az ember, legalábbis én így vagyok vele, egyre jobban fordul Isten felé, illetve afelé, a furcsa dolog felé, a teremtés, a világ mindenség, és annak az ereje. És azért, ha belegondoltok, akkor valóban az ember elmegy egy pszichiáterhez, elmondja a dolgát. A pszichiáter is úgy segít, hogy na, szerinted hogy kéne csinálni? És ha Istennek elmondod a dolgaidat, akkor ő is csak vissza tud kérdezni, hogy... Nem ad válaszokat, igen. Nem ad válaszokat a pszichiáter sem. Tehát erről szólna az első rész. A másik, a nagy szerelmem, a úgy születtem, itt nincs valami elképesztő fűz a lovakhoz, valami elképesztő dolog. Nagyon erős, és azt találtam mondani egyszer egy ilyen beszélgetésen, hogy hatmázsás pillangó. Hú, mondom. És a feleségem, aki nagyon sokat segít ilyen címekben, meg minden, azt mondta, tehát ez egy marha jó fejezet cím, a hatmázsás pillangó. Hát ebben írnék a lovakról és az emberek lovak kapcsolatáról. A harmadik rész pedig, amit ugye édesapámról is említett, az, hogy egy aranycsapatban fociztam, játszottam. Hogy amikor én fiatal színész lettem, akkor volt egy színészi aranycsapat, amit nem tudod, hogy mitől alakul ki. Egy részen még a háború előtti lentkerék ment, hiába volt egy második világháború, az a lentkerék, amit aztán megállította az új kultúra, mert az félelmetes volt, tehát azt erről nem akarok beszélni, de hogy amit megállították ezt a lentkereket, de még ment. Tehát sok olyan színész játszott még, akikkel játszhattam, akik már háború előtt játszottak, akik filmeztek, akik minden. Óriási aranycsapat volt. Nem? És nekik is köszönhetjük, ugye, hogy te is itt vagy nekünk, úgyhogy köszönjük szépen nekik, és nagyon várjuk a könyvedet. Úgyhogy majd gyere még ide. Köszönöm a közönségnek, hogy meghallgattak.